Üres víztározó, idén csúszik a nagykáló harangodi tó tavaszi feltöltése, még nyáron sem lehet horgászni a népszerű helyen. 4 évszakosság. A biztos munkahelyeknek köszönhetően egyre többen jönnek haza külföldről és dolgoznak a hazai vendéglátásban. Boldogság világnapja, többek között nevető és légző gyakorlatokkal is várják az érdeklődőket Nyíregyházán a Kossuth téren. Soha nem voltak még olyan nagy volumenű munkálatok a nagykáló harangodi víztározónál, mint most. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy 2020-ig tartó projekt részeként kiszárítják a tó medrét, majd kiszedik belőle az iszapot, ezzel is javítva a később beleengedett vízminőségét. A Feti Vízik szakemberei a megyében máshol is dolgoznak. Csak a sás és nád leengedezése töri meg a csendet a nagykáló harangodi víztározónál. Utóbbira rá sem ismerni, egy ideje üresen áll a medre. A látvány nem ismeretlen a környéken, minden évben leeresztik a tóvizét, ilyenkorra azonban már fel is szokták tölteni, idén viszont hosszabb szárazságra kell számítani. A tározót kezelő vízügyi igazgatóság ugyanis egy nagy beruházás részeként előbb kiszárítja, majd eltávolítja a mederben felgyülemlett iszapot, amelyet aztán a parton helyeznek el. Ilyen jelentős rekonstrukció még nem volt a tározó 40 éves történetében. Az előülepítőt is megújítjuk. Erre azért van szükség, hogy a főfolyáson érkező sok esetben hordalékkal terhelt víz szétterüljön, a sebessége lecsökkenjen, és a hordalékot a tározótér előtt rakja le, illetve kialakítunk egy biológiai szűrőmezőt, ezt a vizet nádasokra vezetjük majd rá, itt pedig a tápanyag legnagyobb részétől megszabadul a víz, és a lehető legtisztább víz érkezik a fő tározótérbe. A munkák hatására javulni fog a vízminősége, és a tározótér is növekedni fog az iszap eltávolításnak köszönhetően. A víz visszatartó műtárgyak megújulnak, stabilizálják a töltéseket, és a harangodi főfolyáson is lesznek beruházások. Közben a 41-es főút elkerülő szakaszán a körforgalmától nem messze egy állandó zsidip építése zajlik. Emellett Rohott térségében is dolgoznak a vízügyi szakemberek. Egy másik tározón is folyik ilyen munkálat, a Roholdi tározó, nem kellett leüríteni, kiszáradt magától, 4 éve szárazonban. Szerencsére ott is egy projekt keretében elkezdődtek már a munkák, hiszen 4 év alatt az iszap nagyon jól kiszáradt, tehát gépi munkavégzésre alkalmas. És azt kell még elmondanunk, hogy itt a Felső-Tiszavidéken nagyon súlyos vízhiánnyal küzdünk, különösen itt a Nyírségben, hiszen ahogy említettem, van egy tározó, ami szárazon, egy másik tározó, a Pazalnyi tározót sem tudunk vizet visszatartani, és a legnagyobb probléma a természetvédelmi terület, a vajai tározó területe is vízhiánnyal küzd, tehát a idei hóból nem keletkezett olyan lefolyás egyik területen se, hogy a tározókat megfelelő szintre fel tudtuk volna tölteni. A látványos és érzékelhető munkálatokra a természetvédelem, a halászok, az önkormányzatok és a lakosság részéről is nagy az igény. Nagykáló harangodon is sokan várják a száraz tómeder vízzel való feltöltését. A népszerű horgász és kirándulóhely a tervek szerint csak az év végén nyerheti vissza megszokott formáját, de ez nagyban függ az időjárási és vízjárási viszonyoktól. A teljes projekt pedig 2020 harmadik negyedévében zárulhat le a megyében. Bár még mindig nagy a szakember hiánya vendéglátásban, a 4 évszakos működésnek köszönhetően egyre többen jönnek haza külföldről. Egy másik pozitív változás az ágazatban, hogy az elmúlt években nem a Dunántúlihoz nőtt a megyében dolgozók fizetése, hanem már a külföldi béreket is eléri. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke szerint a helyi gasztronómia tekintetében szerencsés helyzetben van Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, némi újítással vonzóvá válhatnak a vendéglátó egységek a turisták körében. Az elmúlt mintegy 2-3 éve kifejezetten hiányszakmának számít a szakács, a konyhai kisegítő és a felszolgáló a megyénkben, valamint országos átlagban egyaránt. Korábban az egyik helyi étterem konyhafőnöke úgy nyilatkozott televíziónknak, jó, ha 8-10 tanulóból 1-2-t ki tud nevelni. A diákoknak mindig felhívja a figyelmét, hogy a szakácsok akkor dolgoznak, amikor más pihen, a folyamatos továbbképzés pedig elengedhetetlen a szakmában. Szerinte ez is lehet a munkaerő hiány egyik oka.
Másrészt úgy látja, azok a diákok, akik kilépnek az iskolából, nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, hiába vettek részt gyakorlati képzésen. Sokszor a különböző gépeket és munkaeszközöket is meg kell ismertetni velük, valamint a gasztronómia folyamatosan fejlődik, változik, ezeket az újításokat követni kell mindenkinek. Legtöbbször az is probléma, hogy az iskolából kikerülő diákok rögtön magas fizetésért, a legjobb éttermekben szeretnének dolgozni, nem akarják végigjárni a ranglétrát. Hogyha az országot nézzük keresztbe, kosba, akkor van baj a rendszerben, hogyha egy-egy jobb régiótval szemezgetünk, akkor megoldódni látszanak bizonyos problémák. Hát ugyanez a törekvés, amelyet a szakmai szervezetek megfogalmaztak, és egy kikiáltanak nap, mint nap, ez úgy tűnik, hogy egy párbeszédé alakul, az ágazati készségtanácsok felálltak. Komárom, Esztergom, Győr-Moson, Sopron megye és Budapest is élen jár, de mindenhol keresnek felszolgálókat, konyhai kisegítőket, cukrászokat és szakácsokat, valamint szobaasszonyokat, de recepciósokat is az országban. Sokan dolgoznak még mindig külföldön, de egyre többen jönnek haza, emelte ki Krivács András. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több 4 évszakos vendéglátó egység működik Magyarországon. Ez a szezonális munkavégzéstől sokkal biztosabb foglalkoztatás jelent. Ez teszi vonzóbbá a szakembereknek az itthon maradást. Az év 365 napjában azért a kollégák föl, tehát a szálloda tulajdonosok, az étterem tulajdonosok, a cukrászdák tulajdonosai, vagy éppen a pékségek, a pékek tulajdonosai fölálltak abban a sorba, hogy már nem kimondottan szezonális turizmusként jellemző Magyarország, hanem egy biztonságos célpontként lehet megközelíteni, és ez arra ösztönöz mindenkit, hogy ne szezonális nyitvatartással legyünk az év 3-4 hónapjában. Ez jellemző volt egy ideig a Balatonon, most ott is megindult egy pozitív fejlődés, hogy idézőjelesen lecserélik ezeket a mondani valókat, és 4 évszakos turizmus terveznek, akár a Balatonon körbe, de hogyha szűk megyénket nézzük, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, ugyanis nekünk ez a fontos, hogy itt maradjanak a kollégák, ne menjenek el Budapestre, ne menjenek el a Dunántúra, sőt, mi több, ne menjenek el az ország határokon kívülre, bármelyik irányba, keletre vagy nyugatra, akkor itt is ez látszik, hogy egy teljesen megújult felfogással próbálnak a kollégákhoz, a munkavállalókhoz közelíteni, megemelkedtek a bérek több helyen, és már nem, hogy nyugat-dunántúli béreket adnak kollégák, vagy adunk mi a munkavállalóinknak, hanem azért ez nyugat-európai fizetéssel is fölveszi a versenyt. A helyi gasztronómia évek óta egyre inkább befolyásolja az úti célok kiválasztását is. Szabolcs megye ilyen szempontból Magyarország egyik éléskamrája, tette hozzá a Gasztronómiai Szövetség elnöke. A szakembereknek az északi és nyugat-európai konyha sajátosságaiba kell beültetni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hagyományokat. Így lehet a legjobban kihasználni a földrajzi adottságokat. 2 nap alatt 2 tucat az ország különböző részeiből érkező tanuló mutatta be és védte meg pályamunkáját a 22. Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Diákkonferencia döntőjén Nyíregyházán. Az eredményekről szakmai zsűri döntött, az első 3 hely kiosztása mellett pedig külön díjakat is odaítéltek. Ünneplőbe öltözött középiskolásokkal és tanáraikkal telt meg hétfőn a nyíregyházi Zajanna szakgimnázium díszterme. Az intézmény már másodjára adott otthont a 22. Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Diákkonferenciának, miután a tavalyi döntőt az iskola egyik tanulója nyerte. A rendezvény fő célja, hogy olyan pályamunkákat készítsenek az ilyen képzésekben tanulók, amihez előzetes információgyűjtésre, kutatásra, kérdőíves felmérésekre van szükség. A fiatalok több téma közül választhattak. 19 témakörünk volt, amelyben olyanok szerepeltek, mint a kórházi fertőzések elleni küzdelem, a transzkulturális ápolás, külföldi munkavállalás anomáliái, és ez évben először hirdettük meg megyénk első gyermekgyógyászának, dr. Berend Miklósnak, aki ő írta az első gyermekgyógyász könyvet a emlékére a csecsemő halálozással és szoptatással kapcsolatos témaköröket. A témákat még ősszel gyűjtötték össze, majd hirdették meg a szervezők. A jelentkezők február végéig küldhették be munkáikat.
Az ország 19 iskolájából közel 60 pályázat érkezett. Ezek közül választotta ki a Független Bírálóbizottság a 25 legjobbat. Készítőik köztük három zajis diák hétfőn és kedden egymás után mutatták be ezeket a zsűri és a többi versenyző előtt. A megnyitó jelen volt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki az ilyen események jelentőségére hívta fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szakmai versenyeken megmérettessenek a szakember jelöltjeink, és az is nagyon fontos, hogy a tudományos diákköri konferenciákon minden többen részt vegyenek, hiszen ez talán még magasabb szint, hiszen a tudományos diákköri konferenciára benyújtott pályázatok során már kutatómunkát végeznek, hipotéziseket fogalmaznak, meg megoldásokat keresnek. És úgy gondolom, hogy ezzel nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az egészségügyi szakképzés minél magasabb színvonalú legyen a térségben. A főigazgató szerint ez a verseny is hozzásegíti a fiatalokat a személyiségfejlődésükhöz, jó szakemberré válásukhoz. Az első három díjat egyébként a szakképzési centrum biztosította a legjobban teljesítő tanulóknak. Emellett támogatók felajánlásainak köszönhetően külön díjakat is átadtak. Március 1-től új szóvivő dolgozik a Nyíregyházi törvényszéken. A fiatal dr. Resán Dalma 2011-ben szerezte meg jogi diplomáját, 2019. január 1-től pedig már büntetőjogi bíróként is segíti a törvényszék munkáját. Eddig is alacsony volt a Nyíregyházi törvényszék sajtó szóvivőinek átlag életkora, ezt most még tovább csökkenti az új munkatárs. Dr. Resán Dalma 2011-ben megszerezte jogi diplomáját, majd 2015-ben jogi szakvizsgát tett. 2012 és 2015 között fogalmazóként dolgozott a Nyíregyházi törvényszéken, ez egyfajta képzést jelentett a számára. 2018-ig bírósági titkár volt a Nyíregyházi járási bíróságon, 2019. január 1-től pedig már büntetőjogi bíró. Egész gyerekkoromban a bíróságon mozogtam, bejártam anyához az irodájába, és valahogy innen jött az, hogy én ebbe a közegbe szeretnék maradni, és szeretnék dolgozni felnőtt koromban is. Az iskolákat is ez alapján választottam ki, és már az egyetem előtt is éreztem, illetve az egyetemen meg kirajzolódott főleg, hogy a büntetőjog az, ami érdekel, és onnantól kezdve teljes mértékben a szakmai életutamat arra ebbe az irányba vittem el, hogy minden, ami a büntetőjoggal kapcsolatban volt az érdekelt, szakjogászképzéseket is ennek függvényében választottam, mi az, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy minél jobb büntetőbíró legyek. Szerencsére nagyon viszonylag hamar sikerült igen bírói kinevezést kapnom, ugye ez a 30. év, ez az életkor, ez kötött, be kell tölteni ahhoz, hogy valaki bíró legyen. Én miután ezt betöltöttem, rögtön pályáztam, és sikerrel pályáztam egy nyíregyházi álláshelyre. Dalma célja minél többet fejlődni szakmailag, hogy igazán jó bíró lehessen. Március 1-től azonban sajtószóvivői feladatokat is el kell látnia. Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy jól kommunikáljunk érthetően és közérthetően az állampolgárok számára. Azt gondolom, hogy a Nyíregyházi törvényszéknek nagyon jó a kommunikációja. Ezt a kommunikációt fent kell tartani, ezt a jó kommunikációt, illetve lehetőség szerint fejleszteni kell, illetve előre kell ezzel haladni. Legfontosabb az, hogy a bíróságok megítélését tovább javítsuk a kommunikáció során. A Nyíregyházi törvényszék számára fontos a hitelesség és az, hogy egy-egy szóvivő hatékonyan tudjon kommunikálni az ügyfelekkel is. Többek között ezért esett a választás dr. Resán Dalmára. Március 20-a a Boldogság világnapja. Ennek kapcsán a Laborkafé idén is számos programmal készül az érdeklődőknek szerdán a Nyíregyházi Kossuth téren. A nevető és légző gyakorlatok mellett például elsajátíthatják azt a 10 kulcsot, amelyet a szakemberek javaslata szerint meg kell tennünk a boldogabb életért. 2013-ban ünnepelték meg először világszerte a Boldogság napját. Az ENSZ közgyűlése 2012. júniusában nyilvánította március 20-át a Boldogság nemzetközi napjává, majd felszólította a tagországokat, hogy megfelelő módon ünnepeljék is meg, elsősorban az oktatásban. Az ötlet egy himalájai buddhista királyságtól, Bhutántól származik. A kezdeményezésnek 2018. januárja óta a Laborkafé is tagja.
nem ez lesz az első, de ez lesz véletlenül a legösszetettebb boldogságvilágnapi rendezvényünk eddig. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne a boldogságnak egy olyan aspektusával is megismerkedni, ami tulajdonképpen minden nap az utcán előttünk hever, és csak a karjunkat kellene kinyújtani és megragadni, és élni a lehetőséggel, hogy boldogok legyünk minden nap. Szeretnénk bemutatni a 10 kulcs a boldogsághoz című programot, ami az Action for Happiness mozgalomnak a saját programja, és mind a 10 kulcsot egyenként bemutatni azoknak, akik ide érkeznek egy-egy programelemen keresztül. Így például nevető és légző gyakorlatokat lehet majd elsajátítani, és kézműves kuckó várja a gyerekeket. A zeneterápia mellett kutyák és macskák segítenek boldogabbá tenni a napot. Az önkéntesek megmutatják majd, hogyan lehet mindig a jóra gondolni, és segítenek megtalálni a megfelelő munkát is az érdeklődők számára. Úgy gondolom, hogy alapvetően ez egy hozzáállás kérdése is, hiszen mindenkinek vannak problémái. Nem azt próbáljuk üzenni, hogy ne foglalkozzunk a problémáinkkal, és ne keressünk rá megoldást, hanem foglalkozzunk az élet apró örömeivel, és ne vegyünk tudomást arról, hogyha probléma van. Sőt, pontosan azt mondjuk, hogy ezekre a problémákra próbáljunk meg megoldást találni, de ne ezek töltsék ki a mindennapjainkat, hanem igenis annak is örülni kell, hogy az ember egyáltalán él, amije van, az neki megadatott, és azzal élnie kell. Hiszen a szakemberek is azt vallják, az élet nem az anyagi javak mennyiségétől lesz boldog, hanem a minőségi emberi kapcsolatoktól. Hárman képviselték a nyíregyházi színeket az atléta válogatott tatabányai edzőtáborában. Bakosi Béla két tanítványával, a hármas ugró Pál Robinnal és Zajánc Petrával vett részt a 4 napos összetartáson. A magasugró Bakosi Péter egyetemi vizsgáit követően Németországban folytatja majd a felkészülést a szabadtéri szezonra. Véget ért a fedett pályás szezon, így már a szabadtéri idényre készülnek az atléták. Az elmúlt héten 4 napon keresztül Tatabányán edzőtáboroztak az ugrószakák ifjúsági, junior és felnőtt versenyzői. Bakosi Béla a válogatott egyik edzőjeként 2 hármasugró tanítványával, Pál Robinnal és Zajác Petrával képviselte a nyíregyházi színeket. A szakember elmondása szerint elsősorban a technikai jellegű munkán volt a hangsúly, jó körülmények között dolgozhattak, így hasznos volt az edzőtábor, amelyet hamarosan újabb követ. Pénteken újra Tatabányára megyünk vissza egy hosszabb edzőtáborozásra, ez körülbelül, vagy hát pontosabban 9 nap. Zajánc Petra lesz, és Leleszi Máté sprinter, aki végül is az országos bajnokságon B-döntős volt, tehát ez a két versenyzőmmel fogok most részt venni ezen az edzőtáboron. Bakosi Peti sajnos nem tud jönni, készül az egyetemi vizsgáira, van 2 vizsgája, ezen kívül ugye utolsó fél éve van, ami azt jelenti, hogy nagyon kell készülni végülis az áróvizsgákra, meg a szakdolgozatát írja, ezen kívül pedig ugye nyelvvizsgájára készül, hogy ez ami kell az egyetem vizsgákhoz. Ő most itthon fog készülni, Tamással, a Kis Tamással, az edzőjével egyeztettünk, hogy mikor fog tudni kimenni Németországba edzőtáborozni. A hosszú sérülés után a fedett pályás országos bajnokságon ezüstérmet szerző Pál Robin örömmel tért vissza a válogatott keretbe. Jó volt visszatérni alapból versenyezni is, és most jó volt visszatérni az ugrók közé így, hogy újra ott vagy a toppon. És nagyon jó volt a csapattal. Nagyon-nagyon élveztem azt, hogy csak edzel, csak kajás, csak edzel, csak erre figyelsz, ott vannak az edzők, akik figyelnek, és pozitív visszajelzést is kaptam, és ez nagyon jó volt így. A legnagyobb célom az szerintem az országos bajnokságot meg akarom nyerni. Tehát most nagyon úgy mentem neki, hogy technikailag a hármas ugrásban nagyon sokat fejlődtünk. Edzőmmel nagyon már mentálisan is nagyon jól összegünk hangolva, és ez nagyon fontos lesz, hogy a versenyen is kihozom ezt magamból. 16 méter felett szeretnék stabilan ugrani, ez nagyon fontos, nem csak egyszer-kétszer, illetve van egy nagyobb célom, egy ilyen 16 méter 30-as eredmény, amivel valószínűleg meg is tudom nyerni a bajnokságot, ha úgy jön ki, illetve a csapat elbíni szeretnék majd szerepelni. A nyíregyházi atléták közül a gyalogló Helebrant Máté szombaton a szlovákiai Dudincében áll rajtot az 50 kilométeres távon. Pokrovenszki József tanítványának célja, hogy teljesítse a világbajnoki egyben olimpiai kvalifikációs szintet.
4 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr női NB1 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen 70-66-ra kapott ki a Vasas Akadémia csapatától. Az NKS vasárnap Sziget-Szent Miklóson lép pályára. A sérült Farkasinszky orsolya és Fekete Dóra nélkül fogadta a tabellán jóval előrébb álló, de szintén hiányos fővárosi csapatot az NKS. A hazaiak jól kezdték a mérkőzést, az első negyedet 2 ponttal, a másodikat 3 ponttal nyerte Farkasinszky Gyuláné együttese. A harmadik negyed a vendégeké volt, de a záró 10 percek még 1 pontos hazai vezetésnél vágtak neki a csapatok. A mérkőzés végére fáradni kezdtek a nyíregyházi játékosok, és ezt kihasználva a Vasas maga javára tudta fordítani a vártnál szorosabb párharcot. Az elején egy kicsit azért megleptük őket a védekezésünkkel, mert egy emberfogásban átmentünk egy 1-2-2 zónába, ami sok esetben azért a csapatoknál zavar szokott okozni. Ez most is megtörtént, és ugye folyamatosan vezettünk, és tehát inkább így a Vasason volt az a teher, hogy nekik ugye mindenféleképpen újítani kellett, mindenféleképpen pontot kellett adni. A mi lányaink pedig magabiztosan határozottan játszottak nagyon sokáig. Szerintem ennek köszönhető az egy ilyen szorosó mérkőzést tudtunk játszani. A nyíregyháziakra a következő fordulóban is nehéz feladat vár, mivel a tabella harmadik helyen álló Sziget-Szent Miklós otthonában lépnek pályára Takács Annáik. A rutinos játékosokról van szó, akik ugye tavaly volt, aki még ebből a sorból NB1-ában kosárlabdázott. Na most ugye minden mérkőzés az más és más. Ugye a hazai pályán már akkor ugye nem játszott se az Orsi, se a Dóri. Tehát akkor ez egy közel 30 pontos vereséget szemettünk ettől a csapattól. Én úgy gondolom, hogy egy idegenben is hasonlóra lehet számítani, de még a juniornak, ezek a lányok most kiéhezve mennek a mérkőzésekre, és látszott most, mondom, a Vasas ellen is, hogy igencsak jó felfogásban kosárlabdáznak a juniorjaink. Az a 2-3 öreg, aki pedig csatlakozik ehhez a sorhoz, ők mindent megtesznek azért, hogy segítsék ezt a fiatal társaságot. Szerintem most nagyon jó úton halad ez a csapat, és reméljük, hogy ennek egy idő után győzelem is lesz a vége. Az amatőr NB egy piros csoportjának tabelláját a TFS-e vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 16-2-es mutatóval rendelkező csatadélyesét és a 15-4-es mérleget magáénak tudó Sziget-Szent Miklóst. A nyíregyházi kosársuli 4 győzelemmel és 13 vereséggel a 11. helyen várja a folytatást. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 19-én kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a weboldalunkon, én munkatársaim nevében is. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Éjszaka eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 fok körül alakul. Szerdán kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. Szombatig jobbára napos, száraz időre van kilátás, általában kevés fátyol, illetve gomoly felhővel. Fokozatosan melegszik az idő, a hét végére megszűnik az éjszakai fagy. Vasárnap egy hidegfront közelíti meg a Kárpát-medencét, majd hétfőn átvonul fölöttünk. Hatására több lesz a felhő, szorványosan esőre, záporokra számíthatunk, és megerősödik az északnyugati szél. Hétfőtől hűvösebbre fordul az idő.